Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Prelixnek fogjuk megnézni a rovar eltávolítóját. Hát most csináltam egy ilyen 50-50-et, meg inkább egyébként a lökhárítón látok rengeteg bogarat, majd közelebb megyünk, aztán megnézzük, hogy mennyi az az annyi. Úgyhogy a felét le fogom fújni, a másik felét csak leöblítem vízzel, és akkor meglátjuk, hogy mi a különbség. Csapassuk! Természetesen a leírás ennek is azt mondja, hogy fújjuk rá a dörzsölgesűt, de hát ugye fújja meg, vagyis a dörzsölgesű, akinek két anyja van. Azt fogjuk megnézni, hogy mennyire erős így önmagában. No, hát minden nem hozott le, de szerintem árához képest jól teljesített. Mindjárt lefújom még az egész elejét, akkor így még egyszer leszedem a maszkolószalagot, és talán jött egy összegzés. Thank you.
Nos, fiúk, lányok, ez volt a Prelixnek a rovar eltávolítója. Hát azt mondanám, hogy árához képest úgy rendben van, nem a legjobb rovar eltávolító, amit próbáltam, de úgy oké. Szaga vagy illata, nem nagyon éreztem, hogy lenne neki, viszont van neki egy ilyen lilás színe, és ahogy ráfújtam így a fekete kocsira, és így folyt le, úgy nézett ki, mint valami rozsdalé jött volna le a kocsiról. Először azt hittem, hogy megoldotta valahogy a festéket, nem mondom ezt hogy, de aztán rájöttem, hogy nem, csak csalóka a színe miatt. Úgyhogy hát, kérdés, hogy ajánlanám-e vagy nem. Árához képest igen, van ettől jobb. De ennyi. Mindenki dönts el magának. Ezzel véget is ért a videó. Ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!